Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság! A bevezető megnyitó előadásban hallottuk, hogy a csillagászatban vannak bizonyos tények. Ugye van, ami még bizonytalan, de van, ami már biztos. Egyre több dolog biztos. Na most, azért az ember szembe találkozik azzal, hogy amit a tudós ténynek nevez, meg biztosnak nevez, az nem biztos, hogy az az ember, aki nem azon a szakterületen dolgozik, hanem mondjuk egy jogász, az esetleg nem tartja ténynek, vagy nem tartja biztosnak. Tudnék, a tény meg a biztos, az mást jelent a természettudományban, és mást jelent mondjuk ugye mindennapi életben. Ugye mondjuk a törvényszék előtt az a biztos, amire elég sok tanú van, és amire legalább már elsőfokú határozat született. Tehát ad abszurdum, el lehetne képzelni, hogy valaki egy csillagászati vitát bíróság elé visz. Ilyen eset volt. Nyugat-Németországban valamikor az 50-es évek elején egy gazdag ember, aki valamiért hitt abba, hogy a nap belseje lakható. Ugye, hogy kívül van egy héja, az világít, de hát belül esetleg lakható. Tett egy alapítványt, ami azt hiszem 25 ezer márka volt, ami még most is egy összeg, de akkor különösen. Ha jól emlékszem arra, hogy valaki cápolja meg. Na most ezek után valahonnan egy csillagász beküldött egy cápolatot. És a kérdés a törvényszék elé került, tudnélik az alapítványtevő viszont nem fogadta el a cápolatot. Ezek után, ugye mivel itt pénz volt, egy szerződés volt, hogy úgy mondjam, ugye hát ha valaki nyilvánosan felajánlja, hogy 25 ezer forintot fizet annak, aki bebizonyít vagy megcáfol valamit, akkor utána, ez olyan, mint egy szerződés, ha mégsem fizet, be lehet perelni. És a törvényszék eldöntötte, hogy melyik félnek van igaz. Tehát az abszurdum időnként szaktudományos kérdéseket ugye a bíróság dönt el a maga módján, és ez akkor a szaktudományra viszont nem kötelező. Mert kérem tisztelettel, ha például az angoltász jogszabályok szerint egy espicék hoz egy ilyen döntést, ami áll 12 emberből, akinél még feltétel az, hogy ne is értsen a dologhoz, mert például egy bűncselekménynél a szemtanú nem lehet az espicék tagja. Akkor nyilvánvalóan, ha egy espicék eldöntene egy ilyen kérdést, utána a szaktudomány azt nem kellene magára nézve elismerje, viszont a bíróság igen. Na most ezzel én azért kezdtem, mert amikor az ember megy az utcán, akkor ottan lát ilyen asztalokat, amiről könyveket. És akkor a könyveknek ilyen címei vannak, hogy a manilai csoda, ami ugye abból áll, most mellőzve az onkológiai, meg egyéb oldalait a dolognak, hogy bizonyos emberek azt állítják, hogy bizonyos más emberek, a Fülöp-szigeteken vagy valahol, bele tudnak nyúlni egy zárt térfogatba anélkül, hogy keresztül mennének a felületén. Ugye ez véleményem szerint a tér szerkezetére vonatkozó kérdés, amiben hát mondjuk a geométerek és az általános relativitás elmélet művelői az illetékesek. Viszont a könyvekben a bizonyítás úgy folyik, hogy a szerző leírja, hogy ő neki belenyúltak így a hasába, vagy leírja azt, hogy a korábbi években a hasonló könyvek megjelenését azt a kiadói főigazgatóságon XY megtiltotta, tehát föltehetően igazak. Na most ez is a bizonyítás egy módja, ez inkább a törvényszéki módja, nem a szaktudományos módja. Na most a könyvek között olyanokat is találunk, amik közlik velünk, hogy tegnap előtt, vagy három hete, vagy hát az átfutási időket nézve inkább mondjuk egy fél éve, a szerző találkozott repülőcsésze ajakon érkezett lényekkel, akik neki ezt meg azt mondták. Na most, kérem tisztelettel, erről megvan a véleménye az űrkutatónak, vagy a csillagásznak, vagy a fizikusnak.
Viszont megvan a véleménye annak is, aki megveszi és elolvassa, mert ott tudni, vagy elhiszi, vagy nem hiszi el, vagy azt mondja, hogy ő kételkedik az egészben, nem tudja, hogy mi van. Ilyenkor az érvelés a mindennapi vagy törvényszéki módon történik, hogy felsorolok 8 esetet, amire van 23 tanú, és érveket hozok fel arra, hogy a tanúk nem állnak perben haragban a Csillagászati Kutatóintézettel, vagy az Űrkutatási Bizottsággal, vagy a jó ég tudja kivel. Tehát nem érdekük, hogy hamisan állítsák azt a bizonyos dolgot. Egy törvényszék az ebből egészen kitűnő döntést tudna hozni. Aztán, hogy az ilyen dolgok még akkor is vitathatók, hogyha valami a kezünkben van, hát azt néhány hónapja valószínűleg mindenki értesült a Barguzini sírásásról, amit utána egy akadémiai bizottság valahogyan eldöntött. Ugye a döntés jelenleg az, hogy az nem Petőfi. De volt egy szaktudósnak egy állítása, ami szerint az valószínűleg Petőfi. Ugye itt az a helyzet, hogy a csontok kézben voltak, meg lehetett fogni, biztos legalább, hogy a csontok léteztek. Annak ellenére, ugye, hát egy vita alakult ki. És a közönség egy része esetleg rejtélynek tekinti a kérdést. Na most, miért mondtam én ezt minden? A következő miatt. A rejtélyek ...nek egy része az olyan, hogy valójában nem is létezik tudományosan. Tehát a szaktudomány azzal nem tud kezdeni semmit, hogy emberek azt állítják, hogy ők repülőcsészehajat láttak. A természettudomány ugyanis olyan kérdésekkel foglalkozik, amit úgy legalább ebben objektíven le lehet ellenőrizni. Na most azt, hogy egy ember látott-e egy repülőcsészehajat, azt nem lehet objektíven leellenőrizni, mert ha csak ő látta, hát most mit csinálunk? Megkérdezünk másik 25 embert, akik azt mondják, hogy nem látták, persze, mert nem voltak ott, mondjuk. Ugye az én közvetlen szakterületem az a fizika. Fizikában föltehető az a kérdés, hogy mekkora a töltése az elektronnak. Elektromos töltés mérésére különböző eljárások. Ezek különböző mértékig pontosak, és különböző módszereket alkalmaznak. Ezt azért mondom, mert az elektron töltését nem egyetlen egy módon lehet megmérni, hanem meg lehet mérni öt módon. Az értékeknek mérési hibájuk van, a különböző módszereknél különböző, de hogyha mind az öt módszerrel elvégezték, mindegy a mérést ezekszer. És a megmért értékek mindig ugyanolyan tartományba estek azzal a hibával, ami a mérési hiba. És az öt különböző módszer adatai is egyben, akkor az ember azt mondja, hogy kérem tisztelete, ez meg van mérve. Nem arról van szó, hogy egy ember egyszer látott egy elektront, illetve megírja az újságba, hogy ő látott egyet, és az ilyen volt. De ez olyan borzasztóan ritka, vagy csak kiválasztott embereknek jelenik meg, ugye, hogy... Már most a következő helyzet. Tehát a rejtélyek egy részével a természettudományok semmit nem tudnak kezdeni, mert a rejtélyek abból származnak, hogy valaki egy újságírónak elmesélte, hogy valami furcsa dolgot látott. Ezekkel én nem kívánok foglalkozni, mert nem tudunk vele mit csinálni. Vannak azonban másféle rejtélyek, amikkel érdemes foglalkozni. A rejtélyek ilyenkor úgy néznek ki, hogy különböző tudományos iskolák, vagy különböző elméleteket használó kutatók, vagy különböző szakterületekkel foglalkozó kutatók, de egyaránt, hogy úgy mondjam, igazi tudósok, szóval akik a szakma szabályai szerint dolgoznak, egymásnak ellentmondó megállapításokat tesznek. Ez előfordul. És akkor itt tényleg van valami, és ezzel a valamivel nem árt foglalkozni, ugyanis az ember azt várná, hogy a tudományban ugye nincs önellentmondás, a tudomány az biztos dolgot állít. Na jó.
semmilyen tudás nem abszolút biztos, amikor a tudásunk határai felé járunk, akkor egyre bizonytalanabbak vagyunk, de itt most nem erről van szó, hanem arról, hogy két biztosan működő szaktudományos területen az állítás egymásnak ellen. Na, ilyenkor már valami van, ezt nem árt megvizsgálni, mert ez például azt jelentheti, hogy legalább az egyik biztosnak itt megállapítás hibás, esetleg mind a kettő. Vagy lehet, hogy valami egész más jelent. Na mostán néhány ilyen esetet említenék meg, ezek olyanok, hogy lehetett róluk hallani is, napilapokban is időnként. Ami közös bennük az az, hogy a csillagászat valamilyen módon mindegyikben érintve van. És ha tetszik, az is közös benne, hogy ezek valódi rejtélyek. Olyan értelemben, hogy én most nem adhatok elő semmi olyan magyarázatot, hogy kérem, azért volt az ellentmondás, mert XY csalt, vagy félreértettünk valamit, és biztosan tudom, hogy mit értettünk félre. Ezek egyelőre valódi rejtélyek, de vannak bizonyos ötletek, hogy merre felé oldódnak majd meg. Na most először egy nagyon rövid példát mondanék, ami valószínűleg nagyon kevés ember biztosan. A fizikusok döntő többsége meg van győződve arról, hogy fénynél gyorsabban mozogni az úgy nagyjából lehet. Ugye a relativitás elmélet ezt állítja, de hogy egy elmélet mit állít, az kérem egy dolog. Az elmélet sok ezer kísérlettel igazolva van. A kísérletek egy része olyan, hogy óriási nagy részecske gyorsítókban próbálnak elektronokat meg protonokat gyorsítani, illetve nem próbálnak, sikerül is, egyre nagyobb energiákra, de a gyorsítás közben ezek nem lépik túl a fénysebességet. Hát erre a relativitás elméletnek megvan a magyarázata, amit némileg beegyszerűsítve úgy lehet fogalmazni, hogy a tömegnövekedés, tehát a fölgyorsított részecskének a tömege megnő, hát ez azért van, mert nagyobb az energiája, az energia az tömeg is, a tömeg energia is, köztük van az a bizonyos C4, tehát ugye. Ha gyorsítás közben a részecske tömege megnő, akkor már nehezebb tovább gyorsítani. És ezért a relativitás elmélet jósolata az, hogy akármilyen nagy energiát teszek be, a részecske sebessége csak megközelíti a fényét, de el nem hagyja. Amit a gyorsítókban tapasztalunk, az ezzel tökéletes összhangban. Na most ezek után nagyon jó nevű, derék, megbízható csillagászok azt mondják, hogy ők az égen látnak néhány olyan jelenséget, ami minthogyha fénynél gyorsabb mozgást mutatna. Vannak kvazárok, amik robbanófélben vannak, vagy fölrobbantak és kidobtak magukból fénylő anyagcsomókat, hát ezeket le lehet fényképezni, van most fényképek, vannak 10 vagy 20 évvel ezelőtti fényképek, összehasonlítja az ember, azt látja, ugye a kvazár távolságát azt valamilyen csillagászati módszerekkel meghatározzák, és akkor azt látják, hogy minthogyha gyorsabban távolodna el az a kidobott csomó, mint amit a fénysebességgel való mozgás lehetővé. Na most, ha ez így van, akkor ugye csillagászat kontra fizika, itt van valami ellentmondás, tehát mondjuk a megfigyelő csillagászat és a részecske fizika és relativitás elmélet között. Azonban, hát először ez egy meglepetés volt, azután valaki rájött arra, hogy lehet egy nagyon egyszerű magyarázat. Na most a magyarázat egyszerűnek egyszerű, a megmutatásához ilyen hasonló háromszögekkel tele kellene egy táblát rajzolni, aminek az akadályai azok, hogy egyrészt nincs tábla, másrészt borzasztóan unalmas. Én is betegre unnám magam közben.
De az ötlet lényege a következő. Képzeljük el, hogy ez a fénylő anyagcsomó majdnem a mi irányunkban repült ki. Tehát egy kis hegyes szögbe hozzánk vezető irányhoz képest. Akkor a következő történik. És majdnem fénysebességgel, de azért lassabb. Akkor a következő történik. A különböző pillanatokban elindított fény majdnem egyszerre ér a szemünkbe, mert hiszen majdnem fénysebességgel közeledik hozzá a kibocsátó test. Tehát a beérkező fényjelek időkülönbsége sokkal kisebb, mint a kibocsátásnál volt időkülönbség. És ezért rövidebb idő alatt látszik megtörténni a mozgás. Na most ravaszabb emberek azt mondják, hogy csalok, mert viszont mivel hegyes szögben repül felénk a fényforrás, azért az oldalirányú elmozdulása is kisebb, de még ravaszabb emberek rájönnek, hogy egy nagyon hegyes szög koszinusza sokkal közelebb van egyhez, mint amennyire a szinusza eltér nullától, és akkor emiatt a dolog megy. Na hát ezt kéne teleírni egy táblát, a dolog megy. Akkor tehát a hagyományos magyarázat az az, hogy minden olyan esetben, amikor fénynél gyorsabb mozgást látunk, az történik, hogy eléggé felénk dobálta ki a kvazára az anyagcsomót, és majdnem fénysebességgel. Na mostan akkor ki kell dolgozni egy elméletet, amelyik megjósolja, hogy milyen valószínűséggel dobál ki egy kvazár, nem a mi irányunkban, mert nem tudja, hogy a mi irányunk merre van, minden irányban azonos valószínűséggel dobál ki, de milyen valószínűséggel dobál ki, majdnem fénysebességgel anyagcsomókat egy robbanásban. Hát ezt addig egy kicsit nehéz megcsinálni, amíg nem tudjuk, hogy pontosan hogy néz ki egy kvazár belül, és azért nem tudjuk, mert 2 milliárd fényévre van a legközelebbi, tehát ugye nem minden részletet ismerünk még. Tehát ott nem tartunk, hogy az ember azt mondhassa, hogy biztosan ez a magyarázat. Például egy másik lehetséges magyarázat az, hogy bizonyos kvazároknak a távolságát rosszul határozták meg, mert amikor színképelencést csináltak, akkor a kvazárokban uralkodó rendkívül speciális viszonyok, amiket nem ismerünk pontosan, megzavarták az adatkiértékelőt. Minden lehet, még az is lehet, csak nem valószínű, hogy ott tényleg fénysebességnél gyorsabb mozgások vannak. De a legkönnyebb magyarázat az pillanatnyilag az, amit elmondtam. Ez tehát egy olyan eset, amikor egy nagyon súlyos ellentmondás látszott, mert ugye a megfigyelő csillagászat is egy nagyon biztos tudomány, meg a kísérleti fizika is nagyon biztos tudomány. Azért mondom a kísérleti fizikát, mert ugye a részecske gyorsítókban látjuk, hogy nem megy a fénysebesség fölé gyorsítás. Ha két ilyen tudomány mond egymásnak ellent, illetve két ilyen tudománynak egy-egy megállapítás, akkor az már kínos. Na de láttuk, hogy van kézenfekvő magyarázat, hogy pontosan ez a magyarázat, az ki fog derülni, amikor eleget tudunk a kvazárról. Na most. A legtöbb úgynevezett tudományos rejtély azonban nem ilyen. Nem két nagyon közeli rokon és egyaránt hasonló módon megalapozott tudomány állításai állnak egymással szembe, hanem nagyon távoli szakterület. És hát csak egy rövid általános meggondolást mondanék, szóval a tudomány elvben, vagy legalábbis a természettudománynak elvben egységesnek kellene lennie, de soha nem érkezünk el oda, hogy minden területet egységesen tudjunk kezelni. Egyes tudományokban egyféle módszert használnak, más tudományokban másféle. Na most, amikor nagyon távoli szakterületek eredményeit hasonlítja össze az ember, akkor az összehasonlításba bejön egy csomó hallgatólagos föltevés, ami az illető szakterületre jellemző. Nem maradok ilyen általánosságban, mindjárt mondok példát, amit majd el is mesélek. De itt arról vagyon szó, hogy az adott szakterület művelője számára a saját alapfeltevései azok, amik jól bizonyítottak, mert azokat pontosan tudja, hogy ő mit szokott feltételezni. A másik szakterület művelőjének a feltevéseiről meg azt se tudja, hogy azok mik. Tehát akkor ő
úgy próbálja magyarázni a dolgokat, hogy a saját szakterületén szokásos feltevéseket használja, aztán ha az összeütközésben van a másikéval, hát az nem olyan nagy baj, mert azok a feltevések ugye úgy is hibások. Na most, erre mondanék egy példát, ami már közeledik az előadás igazi tárgyához, ugyanis egy csillagászati rejtély, de nem valódi rejtély. Szóval van az Egyesült Államokban egy nagyon termékeny szerző, Velikovszkinek hívják, aki könyvek tucatjait állítja elő, és ezek a könyvek nagyon jól elősadhatók. Van egy Carl Sagan nevű, hát mondjuk biológus vagy vegyész, de ilyen űrbiológus, tehát szokott foglalkozni mondjuk azzal, hogy lehet-e élet a Marson, félékkel. Aki ismeri, az a Kozmos sorozatból ismeri, ahol ő volt a fő kommentátor, szerkesztő és a féle. Tehát van ez a Carl Sagan nevű úriember, aki egy jó fantáziájú ember, tehát ő el tudja képzelni azt, hogy ha egy ilyen könyv sikeres, akkor még akkor is foglalkozni kell vele, hogyha neki a haja szála az égnek áll attól, ami benne van. Na most, fogta az érdemes szerző egy könyvét, ami valami olyasmit állított, hogy a Vénusz az 5000 vagy 4000 éve létezik csak. És a Jupiter egy tűzhányója dobta ki magából, először üstökös formában, de aztán hát többször elment a Föld mellett, és akkor a Föld módosította az ő pályáját, és így a végén ráállt a Vénusz a mostani pályára, és valahogy összetömörült, vagy mi történt vele, és boldogult. Na most ettől egy csillagásznak a minden szál haja az égnek áll, mert ugye tudjuk, hogy mi egy üstökös. Hát a Halley üstököst azt sikerült nemrég közelről lefényképezni. Hát az egy ilyen 10 kilométeres jég által összefagyasztott ciklatömeg. A Vénusz meg valami 6000 kilométeres sugarú gömb. Ugye, és kőzetbolygó. Hát mostan, hát hogy lesz az egyikből a másik? Na meg aztán kérdés, hogy a Jupiteren egyáltalán van egy tűzhányó, mert ugye nincs szilárd kérke. És így tovább. Na jó. Igen, ám de a könyvet vették, mint a cukrot. Na most miért? Azért kérem tisztelettel, mert a szerző úgynevezett bizonyítékokat hozott föl az állítása mellett. Azért mondom ezt úgynevezettnek, mert lehet, hogy egy bíróság elfogadja a bizonyítéknak, de a csillagászat tudománya nem. Ezek ugyanis olyanok voltak, hogy például valahonnan talált egy óbabiloni szöveget, ami valami olyasmit állított volna, hogy a Vénusz folygó újonnan tűnt föl akkor. Amit szaguk a király idején, az valami időszámításunk előtt 1500 vagy 1600. Hát kérem, hát ők tudják, mert ők régen voltak. Hát ugye akkor el lehet képzelni, hogy korábban nem látták, hát elég fényes az a bolygó ahhoz, hogy fölfigyeljenek rá, és egyszer csak meglátták, hát akkor ez egy bizonyíték. Aztán belehozta a Bibliát is, ahol ugye ilyen dolgok vannak, hogy amikor Gibeon völgyében egy csata folyt, akkor Józsué kérte az urat, hogy segítsen, mert mindjárt megverik az ellenséget, de közben besötétedik. És hát sötétben ugye hát nem lehet megtalálni az ellenséget, még egy óráig jó lenne, ha napfény lenne, mert akkor lehetne győzni. És akkor állítólag megálltam. Na mostan, hát erre azt mondja Velikovszki, hogy hát kérem, amikor a kialakulóban lévő Vénusz, tüstökös vagy mi, nagyon közel jött el a Földhöz, akkor persze a mágneses terével, meg a gravitációjával, meg ezzel azzal befolyásolta a Föld mozgását. Tehát például elképzelhető, hogy valamennyi időre leállította a forgását. Vagy megfordította, vagy áthelyezte a Föld tengelyeket, és akkor ugye abból lesznek ilyen árvizek. Hát most kérem, az
az olvasónak, aki nem foglalkozott csillagászattal, hát a Biblia az Biblia, ott tényleg le van írva, hogy a nap megállt ide a bölge felett. Jó. Na mostán mit csinált a Sagan? A Sagan azt csinál, két dolgot csinált. Az egyik az, hogy néhányan összeültek és kidolgozták egyszerű válaszokat arra, hogy ez miért nem lehetséges. Ilyenek, hogy na most tegyük föl, hogy valahogy leállítom az ötvonalasat. Hát most mennyi idő alatt állítom? Lehet mondjuk, mivel egy óráig állt, hát gondolja az ember, hogy 10 perc vagy 20 perc alatt állítom. Hát akkor meg lehet nézni, most függetlenül attól, hogy a szépen Vénusszal alakuló föltételezett üstökösnek, ugye. Miféle mágneses tere lenne, ami ezt megcsinálja? De teljesen függetlenül fel lehet tenni azt a kérdést, hogyha én akárhogy lefékezem 20 perc alatt a föld tengely körüli forgását a mostani sebességről nullára, aztán megint elindítom, akkor mi történik? És a válasz az, hogy hát egy óriási forgási energia szűnik meg, mivel energia megmaradás van. Azért annak valamilyen más energiába kell átalakulnia, például hőbe. És akkor meg lehet nézni, hogy mi történik, hát arra jutottak, hogy éppenséggel nem olvad meg a Föld egész férge, de olyan óriási energiák szabadulnak föl, amik valami olyan pusztító vulkanizmust okoztak volna az egész Földön egyszerre, aminek nem látjuk. De teljesen függetlenül attól, hogy a többi állítások sem lehetnek igazak, hát csak megmutatkozott volna valahol még a Föld megállítása. Tehát a dolog nem lehet igaz. Na jó, ez volt az egyik, amit a Sagan csinált, tehát egy néhányan összeállítottak ilyen érveket, és ezt mindenki rendelkezésére bocsájtották, aki érdekel. De csinált még valamit, és az érdekes eredménnyel járt. Tudnélik, kiadta szakértőknek, a művet. A szakértők alatt azt kell érteni, hogy mivel egyrészt csillagászat volt benne, másrészt ilyen ókori mitoszoknak és a Bibliának az elemzése, azért kiadta csillagászoknak, és kiadta mondjuk a Patai nevű nagy magyar bibliakutatónak, hebraistának, aki valahol Angliába élt, hogy hát most nézze meg, hogy biblia magyarázat, meg biblia olvasat szempontjából jó-e a szöveg. A következő válaszokat kapta vissza a csillagászok, meg a fizikusok azt mondták, hogy hát, ami ebben le van írva, az természetesen teljesen lehetetlen, már a csillagászati része. Ellenben a történelmi ismerete az félelmetes. Most a papai mester az adta vissza a könyvet, hogy természetesen, ami biblia magyarázatból, meg ókori szövegolvasásból elő van adva, az egy abszolút. A szerző abban abszolút eljáratlan, de a matematikája. És akkor most vagyok a pontosan a tárgynál. Tehát a következő. Az ember, amikor azt mondja, hogy most valamit megmagyaráztak neki, a szaktudós is, akkor súlyoz. Neki megvannak a saját problémái, ha abból a szempontból megmagyarázzák, akkor nem nagyon érdekli az, hogy egy olyan szakterületen, amit ő nem is ismer, nem is tudja, hogy milyen problémák vannak, ott nem is tudja művelni, hogy egy olyan szakterületen nem okoz-e kétszer akkora gondot a magyarázat. Ugye, ha az ember eléggé agresszív, akkor mindenre azonnal magyarázatot tud adni. Ilyen magyarázatok vannak a kisgyerekek magyarázataiban, meg az úgynevezett természeti népek mitoszaiban, hogy lett a hold, a hold úgy lett, hogy volt egyszer egy vadász, a vadász az egy nagyon sikeres vadász volt, ezért társai, aki elől elvadászta a vadászt. Nagyon ütötték és földobták az égbe, és azóta ott. Kérem, hát ha tetszik, ez egy magyarázat. Mert ha valaki csak arra kíváncsi, hogy hogy lett a hold, másra nem. Most kapott egy magyarázatot, ezzel vagy boldog, vagy nem. Azonban tudjuk, hogy ez súlyos nehézségeket vett föl. Például, hogy nem lehet föl. No, mostan akkor a következő van. Én három dolgot említenék. A három dolog, ha tetszik, egy kicsit össze is függ,
De ha az ember elég ügyes, akkor minden között tud összefüggést csinálni. Tehát inkább csak azt mondanám, hogy mind a három dolog olyan, hogy bizonyos mondjuk történelmi, vagy ilyen bölcsésztudományi állítások legkényelmesebb bölcsészettudományi magyarázata olyan lenne, ami a csillagászat szempontjából abszolút lehetetlen, és fordítva. Illetve a csillagászati szempontból nem nagyon kell magyarázat, mert senkit nem izgatott olyan különösebben a dolog. De hogyha kéne rá magyarázat. Ebből kettőt úgy lehetne hívni, hogy Sirius rejtély, de ez két különböző Sirius rejtély. A harmadikat pedig úgy lehetne hívni, hogy a maja naptár rejtélye. Habár ez nem egészen maja, mert néha belekeverik ebbe az inkákat, vagy az inkák előtti törzseket is. Először mondom a harmadikat, mert az aránylag rövid. Ha az ember elolvassa például a Várkonyitól a Sziriátos szobait, aminek van egy kiadása a 70-es évekből, de volt egy kiadása a 40-es évek első feléből, és a kettő lényegesen különbözik, akkor abban talál ilyen állításokat, hogy a Titikakató mentén találtak valami kalendárium követ, vagy mit, amin az év 290 napra oszlott. Nem azt mutatja ez, hogy a Föld forgása, vagy a nap körüli keringése 11 ezer évvel ezelőtt egészen máshogy folyt. A század első felében volt erre egy úgynevezett magyarázat, ez a Hörbiger féle világjég elmélet volt. Na mostan azt mondtam, hogy úgynevezett magyarázat, mert hát a szaktudomány az nem szerette, és meg volt a jó kará. A Hörbigernek az volt a feltevése, hogy a hold jégből áll. Sőt, hát a legtöbb égitest is jégből áll. És a Földnek már több holdja volt, és azok jégből álltak természetesen, és a gravitációs törvény nem egészen olyan, mint gondoljuk, és a világűrben történő mozgás nem egészen surlódásmentes, és ezért ezek a holdak egyre inkább közeledtek a Földhöz. És amikor már nagyon közel voltak, akkor óriási árapályokat csináltak, meg a földkérget háborgatták, és amikor még közelebb jöttek, és bejutottak a légkörbe, akkor ott elolvadtak, és akkor árvizeket csináltak, és ezzel a Hörbiger minden további nélkül magyarázta mondjuk a vízözönt, akkor a földtörténeti középkorvégi állatkihalásokat, a dinoszauruszok óriási termetét, mert ugyanis mondta ő, hát amikor az akkor aktuális volt, már nagyon közel volt, akkor ugye annak a gravitációja az fölfelé húzott. Tehát akkor kisebb volt a súly, és hát akkor nagyobbra lehetett nőni, és így tovább. Na mostan ezzel szemben mindössze olyanok állnak, hogy hát a hold felszíne, hogy nagyjából mitől áll, azt már a holdutazások előtt is tudták, mert a visszavert fényszínkép elemzéséből meg lehet állapítani, nem jég, és így tovább. Na, tehát a következő helyzet. Ugye a Titikaka tó mellett talált 290 napos kalendáriumkő. Én most nem mondom azt, hogy ilyen tényleg volt, szóval ehhez szaktudós kéne, de mindjárt mondok valamit, amiből látszik, hogy miért nem izgat engem, hogy a Titikakató partján tényleg találtak-e egy ilyen 290 napos kalendáriumkövet. Az ugye azt mutatná, hogy a Föld forgása például lassabb volt, és ezért a egy nap körüli keringés alatt csak 290-szer fordult meg. Illetőleg hát 291-szer, mert egy évben mindig egyel kevesebb nap van, mint hányszor megfordul a Föld, ugye, mert közben a Föld kering a nap körül is. És ezt nyilvánvalóan az okozta, hogy az akkor nagyon közel lévő előző hold, ami aztán közvetlenül utána lezuhant, ugye, és csinálta azt a nagy árvizet, ami Atlantis terült. Tehát ugye 11-ben rész. Tehát, hogy az fékezte a földforgását. Na most kérem tisztelettel, ami miatt engem nem izgat az, hogy tényleg volt egy ilyen
290 napot használó kalendárium fő, az, hogy a maja naptár tényleg használt egy 260 napos évet. Ez tény, tehát ilyen naptárakat találtak, és a maja történelemmel foglalkozó kutatók ebben nem kételkednek. Na most a dologban vicces az, hogy amikorról ezek a maja följegyzések vannak, az 2 vagy 3 ezer évvel ezelőtt, itt nem időszámításunk kezdete körül, és akkor ugye mi a görög-római följegyzésekből tudjuk, hogy akkor hogy forgott a föld. Na mostán a maják nem lehettek olyan tökéletlen hülyék, hogy az év hosszában mondjuk egyharmadával tévedjenek. Hát ilyen nincs. Hanem a következő. Kérem, tessék megnézni például a mohamedán naptárt, amit most is használnak az arabok. Abban egy évben 353 vagy 354 nap van. Ugyanis a naptár úgy van megszerkezve, hogy holt hónapok szerint. Tehát ugye újholdtól újholdik egy hónap, és az év áll 12 hónap. Na most miért nem? Na most emiatt van az, hogy az arabok az időszámításukat Mohamednek a Mekkából Medinába futásától számítják, ami ugye volt akkor, amikor volt 623 vagy valami ilyesmi, viszont már túl vannak az 1400. éven. Mert az ő éveik valamivel rövidebbek, mint a miénk. Most miért nem zavarja ez őket? Hát ennek nagyon egyszerű oka van. Az eredeti arabok, akik ugye létrehozták az arab kultúrát, a mohamedán vallást, a naptárat és így tovább, azok sivatagi tevés nomádok voltak, akik tehát nem álltak le földre. A földművelőnek nem árt, ha egy olyan naptára van, amiben a betakarítás kedvező időpontja, ami nálunk ugye mondjuk Péter Pál napja, az mindig körülbelül ugyanarra napra esik, mert akkor a paraszt tudja, hogy mikor kezdje el elvetni, meg lealadni. Egy tevés nomádnál ez nem olyan borzasztóan fontos. Ugye Arábia szubtrópusi zónában van ráadásul, tehát télen sincs nagyon hideg. Hát az, hogy az egyik hónap egyszer télre esik, egyszer meg nyár, hát ez kicsi, ugye egy kicsit máshogy áll a nap, szóval. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy egy népet zavar az, hogyha az ő naptára nem illeszkedik a föld napkörüli keringéséhez. Végtére is a föld napkörüli keringése hát csak annyit jelent, ugye, hogy egy kicsit hidegebb van, meg melegebb, meg egy kicsit így esik az eső, kicsit úgy esik az eső. A maják speciál Közép-Amerikának a trópusi őserdőiben éltek, és ott olyan nagyon nagy különbséget nem csinált a tél és a nyár. Na most ettől függetlenül azért nem ártott, hogyha mindig körülbelül ugyanakkor vetnek meg alatnak. Erre viszont a hozzáértők azt mondják, hogy volt egy jelentős papi kaszt, amelyik pontosan kiszámolta minden évre, hogy ezt mikor kell csinálni, és megmondta a földművelőknek, akik ezért cserében ugye adókkal és áldozati állatokkal, vagy mit tudom én, mikkel látták. Tehát a dolog működött, annak ellenére, hogy a Szent Naptár 260 napos volt, azt hiszem volt egy másik is, ami 360 valahány napos volt, de az igazi szent szertartási naptár, az 260 napos volt, hogy ennek mi az eredete arról, amennyire tudom, senkinek nincs világos fogalma, de ez nem zavarta a mindennapi életet, tehát ha bármilyen kultikus onkol egyszer ezt kitalálták, ez megmaradt. Tehát erre azt mondja az ember, hogy nincs rejtély. Az egyik nép ilyen naptárt használ, a másik nép olyan naptárt használ. Nekünk rendkívül furcsa, hogy valaki nem a földnap körüli keringéséhez igazított évet használ, de erre volt példa. Nekünk az is furcsa, hogyha valaki nem 10-es számrendszert használ, és
számtalanszor olvastam már okos emberektől annak azt az érvelést, hogy hát azért mégiscsak a tízes a legtermészetesebb. Hát akkor mondok egy sértőt, de ez 3000 éve mindenkit sértük, hogy meg lehet kockáztatni. Az egy primitív dolog, hogy az embernek tízes számrendszere van. A tízes számrendszer egyetlen haszna ugyanis az, hogy az ujján tud számolni. Egy fejlett civilizáció, amelyik tanít valamennyi matematikát a gyerekeknek, az nem igényli ezt a primitív számolást, hogy az ember az ujján próbálja kiszámolni, hogy az hány. És attól a pillanattól kezdve használhat jobban megválasztott egységeket is, mint például a 12 és a 60. Ezt Mezopotámiában csinálták is. A 12 az azért jó. A 12-es számnak sokkal több osztója van, mint a 10-esnek. A 10 csak 2-vel és 5-tel osztható. Tehát ha én az egységet föl akarom osztani egyenlő részekre, akkor csak 2 vagy 5 felé oszthatom maradék nélkül. A 12-t feloszthatom 2, 3, 4 vagy 6 részre. Tehát a 12-es rendszer jobb, és ezt tudták az angolok, amikor egy shilling 12 pennire oszlott, annak borzasztó hasznai voltak, ha valami egy shillingbe került, és hárman akarták fizetni az ebédet, akkor mindenki 4 pennit fizetett, ugye, hogy, és így tovább. Csak amikor az ember mindenáron az ujjain akar számolni, akkor oda megy a tízes szám. No. Most ahogy nekünk most már furcsának tűnik az, hogy valaki nem tízes számrendszert használ, de voltak népek, amik nem ezt csinálták, sőt igazuk is volt. Ugyanúgy, ha egy olyan népnek, aminek nem nagyon fontos az időjárás, valamiért jónak látszott 260, 290, 530 vagy akárhány napos rendszert használni, meg tudta tenni, akkor nekünk ez furcsának tűnik, és akkor elkezdünk kiabálni, hogy rejtély, ők esetleg röhögnének rajta. Olvastam valami megjegyzést egyszer, hogy ez a 260 napos maja naptár talán a Vénusz mozgásával van összefüggésbe, de azt annyira elfelejtettem, hogy miről van szó, hogy inkább nem mennék be. Na most akkor pedig a két Sirius rejtély. Ugye a Sirius az északi égboltnak a legfényesebb csillaga. Innen nézve nem olyan nagyon fényes, mert általában a látóhatár közelében van. Ami azt jelenti, hogy egyrészt egy vastagabb mocskos levegőrétegen keresztül jön a fény, másrészt pedig hát az épületek meg mi egymás miatt esetleg nem is látható. De a földközi tenger vidékén, ahol ugye az ókori civilizáció virágzott, ott tiszta is volt a levegő, meg az délebben is van. Tehát a Sirius egy nagyon jól látható objektum volt. Ugye az égen van a nap, ami nagyon fényes, van a hold, ami nagyon fényes, van a Vénusz, ami jó fényes, utána már a Sirius következik. Legalábbis átlagban, mert ugye a bolygók közül mondjuk a Mars időnként közel jön, és akkor fényes, de legtöbbször messze. Na most. A helyzet az, hogy az ember azt mondja, hogy hát a Siriusra vonatkozó tudás, az föltehetően régi és biztos. A két Sirius rejtély, amiről itten most említést tennék, és aminek az egyiknek űrkutatási, a másiknak pedig súlyos asztrofizikai következménye volna, ha volna, az a Sirius színe és a Sirius kísérője, a fehér törpe kísérőjének a hogy úgy mondjam, tudomány előtti ismerete. A kettő halványan össze is függ. Az egyik esetben arról van szó, hogy bizonyos ókori forrásokat bizonyos kutatók úgy értelmeznek, hogy a Sirius színe
az ókorban, tehát mondjuk a rómaiak idején, vörös volt. A másik Sirius rejtély az pedig abból áll, hogy egy nyugat-afrikai benszülött törzs. Most az, hogy benszülött, az azt jelenti, hogy nem arab, mondjuk, tehát olyan a néger, akik ugye évezredek óta ott voltak. Az állítólag tud a Sirius fehér törpe kísérőjének a létéről, sőt, helyesen tudja a keringés idejét is. Aztán nem biztos, hogy ez mindenkit megráz, mindjárt belemegyek mind a kettőnél a részletekbe. A Sirius, hát mivel ez egy nagyon fényes csillag, ezért nagyon sokat tudunk róla, közel is van 9 fényév, az egyik legközelebbi csillag. Tehát amennyire tudjuk, ez egy kettős csillag. A főcsillagnak a tömege az a napénak talán olyan 2,5-szerese, az fejből mondom, talán az nem azt jelenti, hogy nem tudják biztosan, az szépen meg van mérve éppen a kísérőnek a keringéséből. A 2,5-szerese, és a csillag kékesfehér. Sokkal fényesebb, mint a nap. Hát minél nagyobb tömegű a csillag, annál fényesebb is, mégpedig valami 3,5 hatványával nő, jóval fényesebb, mint a nap. A kísérője majdnem pontosan akkora tömegű, mint a nap. Ilyen adatot láttam, hogy 97%-a, úgynevezett fehér törpe. Fehér törpe az olyan csillagokból lesz, amikben az energiatermelés, ugye a hidrogénnak hélium égetése, a héliumnak szénnyi égetése, és így tovább, leállt. Azért, mert kiégett a kütőanyag, már valami olyan nehéz elemek jöttek létre, amikből már nem lehet több energiát termelni. És a csillag összeomlik, mert hát semmi nem tudja fönntartani ezt a nagy hőmérsékletet benne, a belsejébe, ami egy nagy nyomást csinál, és ellenáll a gravitációnak. Az ilyen csillagok összeomlanak, de egy kvantummechanikai hatás következtében, még ha hidegek is, akkor is valamilyen nagy sűrűségen föllép bennük egy nyomás, ami megtartja őket. Az elméleti számítások azt mutatják, hogy egy ilyen csillag belsejében olyan 100 milliószoros a sűrűség a vizének, és akkor egy ilyen csillag az körülbelül olyan méretű, mint a Föld, de körülbelül olyan tömegű, mint a. Hát ez így is látszik a Sirius B-re, a kísérőre. Ugye közvetlenül nem lehet méretet mérni, mert a távcső nem bontja fel egy korongát, de hát a fényéből meg lehet állapítani, hogy milyen felület, mekkora felületről jön az a fény. Körülbelül akkora, mint a Föld, és körülbelül akkora tömege, mint a napé. Na most a Sirius B az valami 50 év alatt kerüli meg a főcsillagot. Hát igazából a két csillag ugye a közös tömegközéppont körül kering, de mivel a főcsillag tömege nagyobb, hát mégiscsak úgy első közelítésben azt lehet mondani, hogy a kísérő keringő körül. Na most ezt a csillagászok nem tudják, hogy nagyon régen. Mert a Sirius B, mivel hogy fehér törpe, tehát kicsi, azért halvány, valami 10-es fényrendű csillag, amikor legfényesebb, illetve mindig körülbelül olyan fényes, csak a Sirius A fénye az, amikor közel jut hozzá, akkor nagyon elnyomja, amikor távol van tőle, akkor viszonylag fényebben látszik. És hát most emlékeznem kellene, hogy mikor fedezik föl, meg tudnám itt nézni, de valamikor az 1890-es években, ha jól emlékszem. Na mostan a helyzet a következő. Szabad szemmel ez messze nem látható. Ez a lényeg. A csillagászati hagyomány szerint szabad szemmel a 6-os fényrendű csillag látható. Az az utolsó, ami látható, az a leghalványabb. Hát ez úgy van, hogy valamilyen görög csillagászok egyes csillagokra azt állították, hogy azok elsőrendűek, másokra azt állították, hogy másodrendűek, és így tovább. Aztán voltak, amikre azt állították, hogy hatodrendűek. A modern csillagászat kifejlesztett egy fényesség mérési és megnevezési eljárás,
ami erre van alapozva, de objektív eljárás, tehát hogyha az ember lefényképezi a csillagot, akkor abból meg tudja mondani, hogy ez, tudom én, 5,3 fény. Na most a hagyományos állítás az, hogy a leghalványabb csillag, amit szabad szemmel lehet látni, az a 6,0 magnitúdus. Na most ez persze, hát függ attól, hogy ki az, aki nézi, mert van jó szemű ember, van rossz szemű ember, és hát egy vak, ugye az az első. De azért úgy átlagban, tehát az átlagos látású ember, ha tudja, hogy hova nézzen, hogy hol kell lássa a csillagot, akkor a hatos fényrendűt látja. A hetes fényrendű, az 2,5-szer halványabb. A nyolcas fényrendű, az 6,25-szer halványabb, és így tovább. Durván azt lehet mondani, hogy a Sirius kísérője az kb. 100-szor halványabb. Tehát nem lehet látni szabad szemmel. Olyan ember nincs. Ugye el lehet képzelni, hogy valami különlegesen éjszakai vadászatra kiválogatódott törzs, azt mondjuk a 6,5-es fényrendű csillagot is látja. De a Sirius B-t, hát nyugodtan lehet állítani, hogy nincs olyan ember, aki a szabad szemmel megvan. Hát, kérem, hát mi se azzal láttuk meg, hanem nagy tárcsolat. Na mostan, a század 30-as éveiben egy francia néprajzos, Griulnak hívják, de hát biztos nem így ejtik ki a franciák. Francia Nyugat-Afrikában természeti népek mitoszait. És így eljutott a dogonok közé, és ottan évekig tartózkodott. Azt hiszem, hogy ebbe belejátszott az is, hogy amikor 40-ben kitört a háború, akkor ugye nem volt olyan egyszerű dolog innen-oda, onnan-ide mozogni. És hát akkor amennyire emlékszem, hogy ott is rekedt. És akkor még az alatt a néhány év alatt is ütött. Ezeket aztán ő leírta egy könyvbe, amit kiadott, és ez a könyv a dogonok mitosza. A könyvet jó 10 évvel később elolvasta egy csillagász, aki amatőr történész, vagy ilyen néprajzos is volt. És azt mondta, hogy hoplá, hát itten a mitoszok között vannak olyanok, amik nyilvánvalóan égi objektumokra vonatkoznak. Ugye a néprajzos az, ezt mondták neki, oda mutattak arra a csillagra, és itt. És eléggé világosan az látszott ki a szövegekből, minthogyha arról lenne szó, hogy egy olyan istent, aki, vagy szellemet, vagy mit, akit azzal a csillaggal azonosítanak többé-kevésbé, azt egy másik 50 évenként megkerüljük. Na most, hogy ez nem egy abszurdum, de ugyanakkor nem halálbiztos kijelentése. Hát gondoljunk arra, hogy amikor mi a bolygókat megnevezzük, azok a nevek egyben római istenek. Tehát ugye a Vénusz bolygó az egyben, hát el van nevezve Vénuszról, aki a szerelemnek és termékenységnek és ennek-annak az isten. Na mostan tegyük fel, hogy találunk valami római forrást, amelyik azt mondja, hogy Vénusz Isten asszonynak van annak kísérője, például a kis ámor. És akkor a kis ámor az ottan állandóan rohangált. Nyugodtan el lehet képzelni, hogy van valami római költő, aki egy ilyen verset írt. Na most akkor ebből mire lehet következtetni? Két dologra lehet következtetni. Az egyik az, hogy hát ezt most szimbolikusan kell érteni. A költő éppen nagyon szerelmes volt, és azért írta épp ezt. Egy másik lehetséges magyarázat az, hogy a költő tud arról, hogy a Vénusz nevű égitestnek van egy holdja, amelyik körülött tekerik. Na mostan akkor megkérdezzük a csillagászokat, azt mondják, hogy a Vénusznak nincs holdja. Hát akkor a költő nem az. Na mostan a rómaiaknál viszonylag kényelmes helyzetben vagyunk, mert mivel a latin kultúra többé-kevésbé folytonosan fönnmaradt 2000 évig, azért van egy elképzelésünk arról,
hogy amikor egy költő valamit leírt, akkor miért éppen azt írta. Ez az elképzelés lehet, hogy helytelen, de ezeknek a költőknek mi tudjuk az életrajzi adatait. Tehát ugye, ha jól emlékszem, akkor Horácius volt tüdőbajos. Lehet, hogy nem ő, akkor egy másik. Na mostanakkor egy irodalomkritikus ezek után tud magyarázni bizonyos versekben bizonyos versszakokat azzal, hogy amikor a költő ezt írta, akkor éppen köhögés roham kínozta, és ezt a kínját írja le ottan szimbolikusan. Na mostan, ha viszont olyan források kerülnek elénk, ami egy olyan népnek a hagyomány, amiről mi az ég egyatt a világon semmit nem tudunk. Már úgy értem, hogy jó. Az a néprajzos az ott élt közöttük 10 évig. De nem lehet tudni, hogy a csillagot nem a törzs egyik főnökéről nevezték el, aki 1500 évvel ezelőtt a törzset a mai helyére vezette, és közben nagy csatákat vívott, és a csaták emlékezete van ugye benne a mitoszban. Nem tudjuk, mert nem a mi őseink, nem maradt fönn a hagyomány, és így tovább. No, tehát a dolgok bizonytalanok, de jó érvek voltak arra, hogy ez tényleg, minthogyha a Sirius csillagról volna szó, és mivel azt állították, hogy az az izé, ami ottan körülötte jár, hát az 50 évenként kerüli meg, hát azt mondták, hát most mi más lenne ez, mint a Sirius B, de honnan ismerik a Sirius B? Ez az egyik Sirius rejtély. A másik Sirius rejtély a Sirius... Ja, egy pillanat, mondom, hogy miért van ennek űrkutatási jelentősége. Ugyanis akkor rögtön előjött a kényelmes magyarázat. Kérem, ez azt jelenti, hogy a dobonok között valamikor idegen űrhajósok jártak. Akiknek természetesen volt csillagászati tudás. A dogonokról tudjuk, hogy nagy a csillagászati érdeklődésük, tehát az ő mitoszaikban sokkal több csillagokkal, meg efélékkel kapcsolatos dolog fordul elő, mint a szomszéd népek. Hát, hiszen az egyik népet ez érdekli, a másikat az. Na mostan tehát, hogyha idegen űrhajósok jártak a dogonok között, és meséltek nekik csillagászatot, akkor a dogonok azt jegyezték meg. És mondjuk nem a biológia is. Ez a kellemes és kényelmes magyarázat. Ha tehát sikerülne bebizonyítani azt, hogy a dogonok semmiféle más módon nem tudhattak a Sirius B létezéséről, meg a keringés idejéről, meg efélékről, akkor ugye ez bizonyíték lenne, hogy legalább egyszer jártak közöttünk Földön kívül űrhajósok. Hát ami ugye az űrkutatásnak egy komoly információ lenne, mert ez azt mondaná, hogy a hosszú távú űrhajózás lehetséges, és itt tovább. A hosszú távú úgy értem, hogy ilyen sok fényévre. Na most. Ezzel szemben az űrkutatók, meg a fizikusok, meg a csillagászok a következőt mondják. Egyelőre úgy néz ki, ugye mondtam az elején, hogy fénysebességnél gyorsabban nem igen lehet mozogni. A legközelebbi csillagok vannak néhány fényévre, tehát ha még óriási technikai nehézségek árán sikerülne is egy űrhajót építeni, ami megközelíti a fénysebességet. Mondjuk a 2/3. Akkor is az utazás sok éves lenne. Nem még az elején gyorsítani kell, a végén lassítani. Iszonyatos energia. De ráadásul évtizedekbe telne még a közeli csillagok között is. Na most ezzel ugye az a baj, hogy az ember nem tart fönt rendszeres utazásokat olyankor, amikor egy nemzedék élettartamába telik az, amíg vissza. És pláne nem, ha mondjuk 100 évbe telik, mert kiküld ki óriási ráfordítások árán egy űrhajót, hogy hozzon egy olyan ismeretet, amit majd az unokám tud meg, és nem lehet tudni, hogy érdekli-e. Tehát ez a probléma. Ezért rejtély, ha csak arról lenne szó,
hogy ez azt bizonyítja, hogy itt jártak idegen űrhajósok, akkor itt nem lenne rejtély. Akkor azt mondanám az ember, hogy hát tessék, ez egy értne. Na most mondom a másik Sirius rejtélyt. A másik Sirius rejtély az a Sirius színével kapcsolatos, és köze van ehhez az előzőhöz. Majd meglátjuk, hogy hogy. Bizonyos szerzők azt állítják, hogy bizonyos római szerzők azt állították, hogy a Sirius vörös. Ez 2000 éve volt. Na most, kérem tisztelettel, egy csillag változtathatja a színét. Hiszen a csillag a fejlődése során, ahogy elégeti a belsejében lévő üzemanyagot, megváltozik neki a mérete, és megváltozik neki a teljesítmény. Az asztrofizikusok állítása az, hogy mostantól számított 5,5 milliárd év múlva a nap vörös óriássá válik. Kisebb méretű óriássá, de azért az elég lesz ahhoz, hogy a Föld felszínét fölperzselje, mert valami 800 fokos hőmérsékletet jósolnak elő. Ez azonban 5,5 milliárd év múlva lesz. Nem 2000 év múlva, vagy nem 2000 évvel ezelőtt. Na most, hogy biztosak legyünk benne, a Sirius gyorsabban égeti a üzemanyagát, mint a nap, mert nagyobb tömegű. Tehát a Siriusnál ez körülbelül 400 millió év múlva fog bekövetkezni, vagy 300 vagy 200. De nem 2000 év múlva, és nem 2000 évvel ezelőtt. Tehát, hogyha komoly adatok lennének arra, hogy a Sirius 2000 évvel ezelőtt vörös volt, akkor valamit nagyon rosszul tudunk az asztrofizikában. Borzasztóan rosszul. Na most a csillagász erre azt mondja, hogy ő biztos abban, amiben biztos. A fizikus azt mondja, hogy hát hiszen tudjuk, hogy mi termeli a nap belsejében az energiát. Az ugye hidrogén atommagoknak, hélium atommagokká való átalakulása. Ennek ki tudjuk számolni a sebességét. Tudjuk, hogy a nap körülbelül hány hidrogén atommagból áll, és így tovább, és egyszerűen nincs mód arra, hogy 5,5 milliárd év helyett 2000 év alatt csinálja ezt meg. Na, arról nem is beszélek, hogy a nap valamikor a jövőben vörös lesz, de 2000 éve nem, de a múltban nem. Ha csak nem arról az időről beszélünk, amikor a nap éppen összehúzódásban volt, és kezdett begyulladni, az 4,5 milliárd. No, tehát sem a csillagász, sem a fizikus nem lát módot arra, hogy a Sirius 2000 éve vörös lett régen. Ha mostan komoly írott források mégiscsak azt állítják, hogy vörös volt, akkor valami baj van. És akkor kérem, nem árt kideríteni, hogy mi ez a baj. Na most hogy függ ez össze a másik Sirius rejtéllyel? Volt egy nagyon ötletes magyarázat. Ez a nagyon ötletes magyarázat a következő. A Sirius kísérője jelenleg fehér tölte. Azonban valamikor a múltban átmehetett a vörös óriás szakaszon. Azért fehér tölte most, mert már kiégette az üzemanyagát. A nap akkor válik majd vörös óriássá, amikor a közepén kiégeti már a hidrogénját, és ott nem lesz hidrogén, de a külsőbb rétegekben még lesz, és akkor ott ég, és akkor az úgy fölfújja a légkört. Tehát mielőtt a Sirius B fehér törpévé vált, valószínűleg átment egy vörös óriás stádióba. Tegyük föl, hogy az 2000 vagy 3000 évvel ezelőtt volt. Akkor a helyzet az, hogy egy rövid ideig a Siriusnak mind a két csillaga körülbelül egyforma fényes lehetett volna. És akkor a jószemű és csillagászat iránt érdeklődő dogonok megfigyelhették volna, amint az egyik égitest 50 évenként megkerüli a másik. Na mostán az asztrofizikus erre is azt mondja, hogy kizárt dolog, hogy ez 2000 éve játszódott. Mert a vörös óriás stádium is év 10 milliókig tart legalábbis. Hát megint a csillagtömegétől függ. És nem 2000 évig, vagy nem ezerig.
Na de figyeljük meg, itt most összekapcsolódott a kettő. Tehát, hogyha például a római források biztosak arra, hogy a Siriust vörösnek látták, akkor ez mégiscsak bizonyíték lenne arra, hogy a Sirius B akkor ment át ezen a vörös óriás stádiumon, és akkor meg lenne magyarázva a Dogon rejtély. A Dogon Gobidus rejtélye. Csak éppen megint nagy baj lenne az asztrofizika. Na, akkor kérem tisztelettel, mivel az idő előre haladt, akkor most elmondom, hogy mi a helyzet a két rejtélyen. Ez most nem lesz olyan megnyugtató feloldás, mint a 290 meg 260 napos naptáraknál, hogy egyáltalán nincs is semmi probléma sehol. De érvek vannak arra, hogy a rejtélyek nem rejtélyek. Tehát van kényelmes magyarázat, csak semmi nem bizonyítja. És a másik esetben pedig van valamilyen érvelés arra, hogy nem kell azt olyan komolyan. Na, a magyarázat. Először mondom a Dogonok Sirius rejtély. Ugye a következő a helyzet. Mindenki, aki a rejtélyt elővezette, egyetértett abban, hogy a Dogonok rendkívül érteklődnek a csillagászat iránt. Sok csillagmitoszuk van, az idegen űrhajósokkal érvelők is azt mondják, hogy hát az idegen űrhajósoknál ők végighallgatták azt, amit azok csillagászatról mondanak, mert az nagyon érdekel. Jó? Azon kívül ott volt közöttük a néprajzos aztán tudja, hogy mi érdekli azt a törzset, ami közöttük 10 évig van. Tehát fogadjuk el, hogy a Dogonokat rendkívül érdekli a csillagászat, tehát ha valaki közéjük kerül és csillagászatról mesél, akkor azt élvezettel végig. Na most kérem, nincs másra szükség, mint egy olyan emberre, aki a Dogonok között járt a néprajzos előtt, és a Sirius B felfedezése után. Hogy biztosak legyünk a dologban, azt nem árt előre leszögezni, hogy semmi ilyen emberről biztos tudomásunk nincs. Tehát nincs egy följegyzés, amiben egy francia gyarmatügyi tisztviselő azt mondta volna, hogy most adtunk ki egy csillagász számára egy belépési engedélyt erre a gyarmati területre. Ellenben van egy forrás, amelyik azt mondja, hogy az 1890-es években talán egy francia csillagászati expedíció járt valahol azon a vidéken, és az egyik kísérőt, azt a benszülöttek tényleg kérdezgették a csillagoknak a csillagászati kérdéseket. Na most erről egy hazaírt levél a forrás, keresem, hogy megtalálom-e az adatokat, de hát ha nem, hát gondolom, hogy elviszi nekem a hallgatóság így bemondásra is. Tehát a helyzet az, hogy nem biztos, hogy ezek a Dogonok voltak. Valahol ott Nyugat-Afrikában történt. Akkor én azt mondom, hogy ez nem bizonyítja azt, hogy az a csillagászati expedíció mesélt a Dogonokat, de hogy valaki, aki a 30-40 év alatt ott megfordult, mesélhetett róla, hát az semmi nem zárja ki. Na mostán erre persze van a rejtélynek egy következő fokozata. Tudnék, állítólag a Dogonok azt is mondják, hogy és az az izé, ami ottan körbejár 50 évenként, az valami olyan sűrű fémből van, amilyen a Földön nincs egy sem. Na most, itten rá lehet ismerni az úgynevezett elfajult anyagra, ami a fehér törpék belsejében van, ami, ha tetszik, egy kicsit olyan fémszerű, és minden esetre olyan sűrű, amilyen a Földön nincs. Azt már mondtam az előtt.
És az, hogy a Sirius kísérő ilyen állapot van, az csak a 20-as évek vége, vagy a 30-as évek eleje óta tudják az asztrofizikusok. Azt előtte is tudták, hogy a Sirius B nagyon sűrű. De ez a kis jóindulattal fémszerű elfajult állapot, ez olyan dolog, hogy ezt a 30-as évek óta tudjuk biztosan. Igen, itt van, innen idézem, ez egy Temple nevű szerzőnek az összeállítása, aki a Griulnak a könyve alapján dolgozott. Azt mondja, a digitália létező legkisebb dolog, ám egyszer, mint a legnehezebb csillag. Anyag a fém, a neve szagala, fényesebb, mint a vas, és olyan nehéz, hogy földi lény nem tudja felemelni. Akkora, mint egy ökör kiterített bőre, de 480 szamára tományt nyom. Most itt vagy ráhibáztak valamire, persze a Sirius B nem akkora, mint egy ökör kiterített bőre, ugye. A nagy sűrűséggel vagy ráhibáztak valamire, és a fémszerű állapottal, vagy arról van szó, hogy még egy ember járt köztük a 30-as évek elején, akiről a Griul, aki mondjuk 30-as évek végén került oda, és semmilyen csillagászati érdeklődéssel nem rendelkezett, nem tudott. Hát kérem, itt van tehát egy rejtély, amire az ember azt mondja, hogy mivel én nem vagyok mitoszmagyarázó, engem olyan különösebben nem izgat az, hogy képes vagyok-e megérteni, és hogy alakult ki egy dobom mitosz. És nincs pozitív tudomásunk olyan emberről, aki ezt elmesélhette volna a dogonoknak, de semmi nem zárja ki, nagyon könnyen eljuthatott oda egy olyan utazó, aki erről mesélni tudott. Minden esetre sokkal könnyebben, mint a Földön kívüli világos. Na mostan akkor ott van viszont a másik Sirius rejtély, hogy úgy mondjam a római. Erre az ember azt mondja, hogy kérem, tényleg vannak tényleg van írott szöveg, ami a Sirius színére vonatkozóan tartalmaz valamit. Na most ezek a szövegek, én meg kell mondjam, hogy eredetiben egyet sem olvastam, de mivel itten létező költők, valószínűleg létező műveit hivatkozzák, hát nem tételezem föl, hogy valaki misztifikálna, mert hát azonnal rá lehetne jönni. Pardon, az előbb tévedtem, 1861-es Sirius B felfedezésének az ideje. A következő a helyzet. Igen. Itt van egy állítás, ami szerint Horatius, valószínűleg a Sirius-t említve, Rubra Caniculáról beszél, ami vörös kutya. A Sirius az ugye a nagy kutya csillagkép csillag. Tehát a tehet kutyának hív. Most egy másik helyen valami olyat olvastam, hogy valamelyik latin költőnek egy vers sora, vagy két vers sora azt mondja, hogy a kutyacsillagkép vörös heve megrepeszti még a néma isten szobrokat is. Általában ilyenek a szállítások, tehát valamilyen vörösségről és valamilyen hőről beszélnek, vagy a kutyacsillagképpel, vagy a Sirius-szal kapcsolatban. Ezek lejegyzett források, amiket 2000 éven keresztül másoltak kolostori szerzetesek, vagy reneszánsz írástudók. Itt nem arról van szó, hogy valamilyen bizonytalan szájhagyományt szedtek össze. Nem ez az egyetlen forrás, valaki előásott valamit valamilyen római forrásból, ami valami csillagjós, valamilyen szakmai kijelentésére vonatkozott, de azt nem olvastam még így másodkézből se. Na most kérem tisztelettel, ezzel kapcsolatban, tehát itt biztos, hogy itt valaki valamit állított 2000 évvel ezelőtt. Miért fogalmazok ilyen homályosan? A
Mindenki azt hajlamos hinni, hogy a latin nyelvvel kapcsolatban probléma nem lehet, hát ott szótárak vannak. Ugye az egyház fönntartotta a nyelvet 2000 éven át, a tudományosság fönntartotta a nyelvet 1500 éven át, a római szerzőktől kismillió oldalnyi szöveg maradt ránk, ami azt jelenti, ugye, hogy itt nem találgatni kell egy szó jelentését, az ember előveszi. Szótárat megnézi, mit jelent a ruber, azt jelenti, hogy vörös. Kész. Na most találkozom két megjegyzést. Az egyik megjegyzés. A kutyacsillagkép vörös heg, ami megrepeszti még a néma isten szobrokat is. Azt kérem, lehet a kánikula is. A kánikula, ugye, kutya az kánisz. Hát kérem, bizonyos évszakokban a kutyacsillagkép magasan. Bizonyos évszakokban alacsony. Volt szerencsém 85-ben pont júniusban járni Rómában konferencián. Iszonyatos meleg volt. És a meleget az ember a hőt a vörösen asszociálja. Mert amikor a kályha vörösen ízik, akkor meleg, és amikor a tűz lobog, akkor meleg. Tehát, hogyha egy latin költő a kutya csillagkép vörös hevéről beszél, akkor esetleg arra gondol, hogy júliusban Rómában bizony olyan iszonyatosan meleg van, most úgy mondaná az ember, hogy megolvad az aszfalt. Tényleg megolvad időnként ilyenkor. Hát akkor meg elképzelhető, hogy a rosszul elképzített utcai kisisten szobrok, nem azok a nagyok, amik gondol voltak öntve, hanem ezek a kicsikék. Hát valaki rosszul csinálta őket agyakból és a nagy melegben. Na akkor mi van? Ezért még az ember az asztrofizikát nem fogja az alapoktól kezdve revidélni. Az első. A második állítás a szín megnevezésekkel kapcsolatos. Az ember azt mondja, hogy a színek azok valami rendkívül alapvető benyomást jelentenek az ember számára. Tehát föltehetően azoknak a neve az valami elemi dolog, ami nem is változik, és hát hát kérem tisztelettel, a magyar nyelvben ugye a négy tiszta színnek a neve van a piros vagy vörös, sárga, kék és zöld. Ebből a zöld az jász eredetű és valamilyen füvet jelent. A kék az türk eredetű, köknek hangzik ottan, és vagy kéket jelent, vagy az eget. A sárga az szintén türk eredetű, de általában a türk népeknél inkább fehéret jelent. Például ott van a most Volgográdnak hívott város, amit azelőtt Stalingrádnak hívtak, azt meg előzően cári címnek hívták. Na most, mielőtt valamikor a 15. vagy 16. században ez orosz területté vált volna, azelőtt az ott élő valamilyen türk nép szárik színnek hívta, ami Fehérvárat jelent. Tehát a magyar nyelvben, amelyik finnugor nyelv, ugye, többé-kevésbé, a sárga jelentésű szó türk eredeti, de eredetileg fehéret jelentett utáni. A vörös egy hasonlat, mert ez a vér. A piros az nem hasonlat, de egy kicsit zavaróan emlékeztet a görög küroszra, ami ilyen izzót vagy efélét jelent. Tehát a következő helyzet, hogy most végigmentünk a magyar színneveken, és láttuk, hogy nem azonos eredetűek, és legalább kettő hasonlat. A harmadik meg nem azt jelentette, amit most jelent. Na mostan, ha az ember az olasz színneveken megy végig, akkor kicsit hasonlót lát, azért mondom az olasz, mert az olasz a latinnak a legközvetlenebb leszármazottja. A rómaiak utódai ott maradtak Itáliába, és azóta kontinúsan ott kultúrlétet élnek, ahogy ezt mondani szokták. És aránylag ott volt a legkevesebb külső bevándorló, volt sok gótok meg epélék, de ott tömegesen ott maradt az eredeti népesség, tehát az ember azt mondja, a falak ott maradnak meg leginkább. Na most
A vörös az érdekes módon az olaszban nem ruber, vagy valamilyenféle, hanem rosszó. Ami megvolt a latinban is, roseus, az rózsaszín jelent. Olyan a színe, mint a rózsa. De nem vörös. A fehér, az bianco, ugye a latinban albus volt, és ez a bianco, ez ugyanaz, mint a francia blanc, és állítólag germán eredetű, és azt jelenti, hogy üres. Tehát megint az a helyzet, hogy színneveket egy olyan nép kölcsönöz más néptől, aki népnek megvolt az eredeti neve erre, és hát most miért ne tartotta volna meg. A következőt lehet mondani. A latin színnevek, azok nem felelnek meg a mai olasz színneveknek, a legtöbb. És egy egészen más színmegnevezési szerkezetre látszanak mutatni. Nem az van, mint most, hogy a négy úgynevezett tiszta színre van egy-egy külön szó a latinban. A kékre van kettő, akkor a vörösre vannak különbözőek, amik talán különböző árnyalatokat jelentenek. Talán a felület visszaverő képességét jelentik, mert a fehérre és a feketére a latinban két-két szó van, és az egyik a fényes fehér vagy fekete felületet jelenti, és a másik a nem fényes fehér vagy fekete felületet jelenti. Albus és Candidus a fehérnél. Tehát amikor valaki valamilyen színmegnevezést alkalmaz a latinban, akkor az nem biztos, hogy egy az egyben fordítható le egy modern nyelvre. Tehát egy. Nem tudjuk, hogy ez a vörös szó. Ez tényleg egy színmegjelölés volt. Vagy egyszerűen tényleg csak azt akarta kifejezni, hogy amikor a Sirius magasan van az égen, akkor úgy különben nagyon meleg van. A másik pedig az, hogy nem lehetünk egészen biztosak benne, hogy a római időkben a színmegjelöléseket pontosan olyan módszer szerint használták, mint mi most, sőt, inkább úgy látszik, hogy nem. Na most ez persze még nem magyarázat, mert ebből én nem tudom megmondani azt, hogy ők mire gondolhattak, amikor Rubernek nevezték a Sirius. Viszont az asztrofizikai ismereteink lényegesen biztosabb alapon állnak, mert ugye a nap belsejében és feltétlenül a Sirius belsejében folyó magfúziós folyamatot laboratóriumban utánozni tudjuk. Na jó, egy milliómod másodpercre, tehát egyelőre nem tudunk belőle erőművet csinálni, addig még van 10 év vagy 20. De laboratóriumban ugyanaz a folyamat végbe megy és tanulmányozható. És a hidrogénbomba fölrobbantásakor ugyanaz a folyamat végbe megy és tanulmányozható, csak nem tudjuk még szabályozni. Ez tehát sokszorosan leellenőrzött ismeret. Az, hogy a Horácius mire gondolt, amikor azt a versorkodat tette, az nem sokszorosan leellenőrzött ismeret. Tehát kérem tisztelettel, ezek a rejtélyek úgy állnak elő, hogy van az, mondjuk az asztrofizika, vagy a megfigyelő csillagász. A csillagász pontosan tudja, hogy az ő tudományán belül mi lehet, meg mi nem lehet. Tehát bármi mással magyaráz egy ilyen, mint az, hogy 2000 év alatt teljesen megváltozott a Sirius, mert hiszen ez nem lehetséges. Van aztán mondjuk az irodalom történet, ahol esetleg valakinek egy rendkívül fontos kérdés lehetne, hogy a Horácius ezt a sort miért írta oda, mert az illető vers összes többi sorát már megmagyarázták más irodalomtörténészek, és már csak ez van hátra. Az illetőt viszont nem nagyon izgatja az, hogy egy ilyen magyarázathoz az kellene, hogy a Sirius 2000 év alatt fogyassza el a hidrogénkészletét, ráadásul időben visszafelé, mert hiszen nem is tudja az illető, hogy a Sirius belsejében hidrogénból lesz hélium. Mert hát az irodalom tudományon belül ez nem egy közkeletű ismeret. Most, amikor a két egyaránt megalapozott tudást
megpróbáljuk összepasztítani, akkor nem sikerül, mert iszonyatosan messze vannak egymástól, és nem illenek közvetlenül össze. És ha mégis erőltetjük, akkor lesz egy rejtély. És mivel a két szakterület nagyon messze van egymástól, azért a rejtély megoldására sokat kell várni, viszont nem olyan nagyon égető. Tehát egy irodalomtörténeti adat csillagászati vonatkozása annyira bizonytalan, hogy ezért az nem is kérdőjelezheti meg a csillagászati elméleteket, amiket sokszorosan bizonyítok. Az megint más kérdés, hogyha egy régi római csillagászati szakszövegben találnának olyat, hogy Lucius Camillus csillagász a város alapításától számított 782. év március idusán fölnézett az égre, és azt látta, hogy a Sirius vörös. Ilyen szövegünk nincs. Na mostan akkor én most befejezem, tehát a rejtélyek egyrészt abból származnak, hogy az ember hajlamos a rejtélyekre, mert szereti. Mert éppen az agyunk úgy működik, hogy ha nincs megoldandó probléma, akkor keresünk magunknak. Egy. Kettő, mindnyájunkban benne van az a hajlam különböző mértékben, hogy Stanislav Lemet idézzem, hogy istenek akarunk lenni, tehát olyan tudást is megpróbálunk megszerezni, ami nincs meg, és nem tudunk hozzájutni normális módon. Tehát az ember szeret belekapkodni távoli területekbe, hogy azt is tudja, miközben azt nem tudja. Harmadik az, hogy nagyon távoli területekről jövő ismeretek közvetlenül nem passzíthatók össze, éppen azért, mert nagyon távolról jönnek. Ez az oka az ilyen rejtélyek kialakulásának, ezek nagyon érdekesek, foglalkozni is kell vele. Mert ugye, ha a fizikus meg a csillagász ki tudja zárni azt, hogy a Sirius vörös lehessen, akkor ez viszont esetleg egy információ az irodalomkritikusoknak, és akkor az irodalomkritika majd a reménykeltő úton mozog és fejlődik. Tehát nem árt a távoli területek közötti kommunikáció, és ezek fontos és érdekes kérdések, csak arra nem alkalmasak, hogy a megalapozott ismereteket vonják kétségbe. És akkor most befejezem azzal, ugye most többször is idézték a hét folyamán Lincoln elnököt, aki szerint be lehet csapni kevés embert hosszú ideig, vagy sok embert rövid ideig, de sok embert hosszú ideig nem. Ennek van egy természettudományos változata, ami szerint a természettudományok területén tartósan hazudni vagy tévedni nem lehet. Miért? Mert a természet bárki által megvizsgálható, tehát hogyha elég hosszú idő eltelik, akkor megismétlik a megfigyelést, megismétlik a kísérletet, vagy más olyan dolgot megnéznek, ahova szintén következménye lenne az állításnak, és előbb-utóbb kiderül, hogy valami baj. Hogy most az optimistán fejezzem be, 1917-ben valaki hamisított Piltdownban egy ősemberleveket. Azt gyanítják, hogy a megtalálója hamisította, de ezt nem lehet bizonyítani. Ez egy lelet volt, aminél külön előkerült a koponya, és külön előkerült az alsó alkatrész. A koponya eléggé olyan volt, mint a miénk, csak vastagabb volt neki a fala, tehát a csontok. De ilyen szép boltozatos koponya volt nagy tartalommal. Az alsó alkatrész viszont még teljesen majomszerű volt. És ebből valakik arra a következtetése jutottak, hogy az ember kialakulása egészen más irányban folyt, mint ahogy gondolják. És a jávai majomember, meg a neandervölgyi, az mind valami mellékág, és Anglia területén már nagyon régen kialakult egy értelmes ember, ami aztán már csak a szálkapcsát fejlettette, meg esetleg lejött a fáról, mert ugye kezet nem találtak, kitárcnak, kitárnyak. A lelet tökéletesen le volt írva, a megtalálója egy amatőr régész volt, de az kihívott valódi régészeket, és azok ott folytattak ásatást, és a Teilhard de Chardin nevű régész és teológus, az még talált egy szempontot, tehát szépen le volt írva az egész, a szakma szabályai szerint.
1954-ben aztán kiderült egy ilyen fluor tartalomra vonatkozó kémiai analízissel, amit időközben fejlesztettek ki, hogy nem azonos korú a koponya és az alsó állkapocs. A koponya az lehet néhány ezer éves is, az alsó állkapocs viszont friss. Ezen az alapon akkor elkezdtek vizsgálódni, megnézték mikroszkóppal nagyon finoman a csontokat, és megállapították, hogy valaki egy nőstény csimpánz alsó állkapcsát illesztette össze egy normál emberi koponyával, amit valami sírból szedett ki. És még reszelő, lehet látni a nyomokat, hogy még meg is reszelte, hogy összepasszoljanak, és kitörte a szempogat, mert nem fért bele. Most amit akarok mondani, az nem az, hogy 1954-ben erre rájöttek, hanem az, hogyha megnézi az ember az ősembertani szakirodalmat, akkor kiderül, hogy 1917 és 54 között a komoly szakirodalom általában a lelettel keveset törődött. Mert ugyanis nem illett bele a többi tudományos ismeret közé. A lelet kétségbe vonhatatlan volt, mert szabályszerű ásatással találták meg és leírták. De a tudomány érezte, hogy valami baj van vele, tehát a szakirodalom megemlítette mindig, hogy persze van egy ilyen is, de azért hagyományosan, általában a szokásos úton rekonstruálták az emberi válás folyamatát, csak közben mindig azt mondták, hogy hát ezzel szemben áll a Pildauni lelet, ami nem illik be. A tudománynak van egy szövedéke, abban egy dolgot nem változtathatok meg, mert akkor az ellentmond az összes többinek, és valószínűleg az a helyes, amit fok van és össze tartozik, és nem az az egy. Tehát hazudni nem érdemes, mert az illető szinte azonnal elkapja. Kísérletet hamisítani nem érdemes, mert a kísérletet meg lehet ismételni. Képtelen elméletet pedig nem érdemes hirdetni, mert az úgysem fogadja el a többi. És ez, hogy minden mindennel összefügg. És a természettudományos kérdések egyszerre sok oldalról tanulmányozhatók, ez adja azt a biztonságot, ami a természettudománynak, főleg a jól megalapozott részeinek, amit már régóta megvan, és ezen nem változtat az, hogy egy évvel ezelőtt megszűnt a kiadói főigazgatóság, és ezért az utcára kihelyezett sámlikról manilai csodadoktorokat lehet árusítani. Lehet árusítani, ha ezekből a könyvekből ezer különböző kötetet adnak el egy év alatt, akkor sem fog a geometria és az általános relativitás elmélet tudománya foglalkozni velük, mert nem illik be az állítás a tudomány egészébe, és akárki áll elő, és eskü alatt vallja azt, hogy ő tegnap földönkívüli értelmes lényekkel találkozott, az űrkutatók azt fogják mondani, hogy földönkívüli értelmes lények vannak, hosszú távú űrhajózás lehetséges, de nagyon nehéz, meg nagyon hosszú időbe telik, és így tovább, lesz majd erről szó a későbbi napokban, úgyhogy én nem akarok itt semmit megelőlegezni. És ezért éppenséggel elképzelhető, hogy valamikor valaki kitjártak, de minden héten állandóan több emberrel találkozzanak, és az valahogy nem valószínű. És ennél mondjuk valószínűbb az, hogy az illető. És tehát a tudománynak vannak állításai, ezek az állítások különböző nem biztos, hogy igazak. Néha még összességükön sem biztosak, mert ezer évenként egyszer jön egy nagy újító, mint a Kopernikusz, aki ugye kivette a világegyetem középpontját a Földből és beletette a Napba. De akkor nagyon hamar kiderült, hogy tulajdonképpen a régi eredmények az ő állításával is összeegyeztethetők, sőt az ővével még jobban. De ez 500 évenként vagy 1000 évenként jön. A tudomány, a természettudomány igazsága az a természettudományos módszer által van biztosítva, és mivel a természettudományban a hazugságot pillanatok alatt elkapják, hát a pillanat az lehet, hogy 10 évet jelent persze, egy nehezen megismételhető kísérletnél,
Azért ezzel általában senki meg sem próbálkozik, és ennek következtében a természettudományos állítások nem is függnek attól, hogy ki mondja. Úgyhogy ez van. Rejtélyek azok. Megköszönöm Lukács Bélának érdekes, tanulságos előadását. Egy ponton hadd tegyek valami megjegyzést, ami nagyon kikívánkozik belőlem, mert ez a dogonrejtély ügyben egyik barátom és kollégám, Human István tett le az asztalra egy nagyon érdekes könyvet nemrégiben. Human István, aki egyébként a Csillagászti Kutatóintézet nyugdíjas munkatársa, amatőr alapon, de nagyon alaposan utána olvasott ennek a dogon rejtélynek, és nemrég Berlinben németül kiadta a tapasztalat, kiadta azt az elgondolását, amelyik ezzel az általában is említett napfogyatkozás expedícióval kapcsolatos, és erre abban a Sirius könyvben rövid hivatkozás is van. Közben az eredeti részletes anyag megjelent németül, hozzáférhető, és talán nem érdektelen, hogy van ennek a dogon rejtélynek egy ilyen magyar vonatkozása. Azt hiszem, Human István egyébként talán ebben a teremben is beszélt erről már, úgyhogy a évtizedek óta foglalkozik a témával. Hát ezt szerettem volna még kiegészítésül említeni, és hát amiben kérdés van, hogy esetleg először... Vagy akár év múlva, azért valahogy talán mondhat, hogy is válítható. Örülök, hogy föl lett adva többek között egy labda, amit, illetve két labda, amit én leütök. Az egyik, az a záró beszédben volt, és hadd mondjam azt, hogy amikor mi itten siránkozunk azon, hogy gazdasági bajaink vannak, meg nem jön a külföldi tőke, meg mindenféle ilyesmi, hát tessék egy kis példázatnak tekinteni. Ami most jön. Hogy mondjam, hát a saját szokásainkra. Aki ezt az egész dogonrejtélyt, hogy mondjam, üzletileg kiaknázta, az egy Temple nevű, hiszem angol, de lehet, hogy amerikai, olyan történész fél. Aki, ugye ez egy több lépcsős dolog volt, a Griul leírta a mitoszokat, akkor egy másik francia, aki volt ez a csillagász és amatőr néprajzos, az fölismerte, hogy itten valami lehet a Siriusszal kapcsolatban, akkor ezt valahol leírta, és ez a Temple nevű, mondjuk egyszerűség kedvére mitoszkutató, ez írt bestsellert. Azt a könyvet, nyugaton, tehát a konvertibilis valutájú területeken hatalmas mennyiségben adták el, és ebből ő neki is haszna lett, meg a kiadónak, és így tovább. Na mostan úgy tűnik, hogy a magyarázathoz lényegesen hozzájárultunk mi. Ugye elhangzott. De nincs belőle dollár. Tehát ugye vannak emberek, akik a megírt könyvet el tudják adni 1 millió példányban, példányonként 3,5 dollár ér ilyen puha fedelibe, és akkor jön a jogdíj, meg nem tudom micsoda, és hát vagyunk mi magyarok, akik nagyon okosak vagyunk. Csak épp a dolgok. És ez most nem egy vicc. Szóval ez inkább egy példa. Na ez volt az egyik. A másik a hidegfúzió, ami egy nagyon jó példa. Hidegfúzióról nagyon sokan hallhattak mondjuk az elmúlt év során. Most utólag az ember azt mondja, hogy persze, hát a Pons és Fleischmann mondjuk nem a szükséges óvatossággal végezte a kísérletet, és nem a megfelelő fórumokon publikálta, hanem sajtóértekezletet tartott,
mielőtt még a folyóiratokon keresztül ment volna az anyag. Ez igaz, és most utólag az ember azt mondja, hogy azok a mérések nem voltak megfelelő. Két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy a szakma többségének a véleménye az elején is ez volt. Tehát az én munkahelyemen rögtön elindítottak egy kísérletet a mérés megismétlésére. Mert tehát egy darab palladiumot lehet szerezni, nehéz víz is akad, de nem egy drága dolog, és nem kell hozzá valami rendkívül bonyolult csúcs technológia. Ha kellene, akkor is meg tudták volna csinálni, de így meg lehetett csinálni, úgy mondjam, a laboratórium sarkába, tehát úgyhogy nem zavarja az ember a kutatási programokat. Köszönjük? Volt egy munka is hozzá, ahol alacsony. Igen, amit ilyen kozmikus sugárzási megfigyelésekre váltak ki annak idején. No, mostan a következő helyzet. Tehát én emlékszem rá, hogy a hír beérkezése után az emberek rögtön azt mondták, hogy ez nem nagyon valószínű, de azért nézzük meg. És amikor elkezdték megnézni, akkor az derült ki, hogy az effektust mi, már én nem voltam benne, de a mieink nem látták. Hanem elejétől kezdve az volt, hogy ez valószínűleg nincs. Hanem az állítás azonban nem egy olyasmi volt, mint amikor valaki előjön és azt mondja, hogy ő UFO-t kísértetett, vagy vándorló görög isteneket látott, Hermészt és Apollót, amint kultusok képében bebocsátást kértek valahova, és aztán varázslatot hajtottak végre. Ez nem ilyen történet volt. Valamikor a 20-as évek végéről, vagy a 30-as évek elejéről van egy leközölt eredmény, amikor valaki hidrogén tartalmú anyagban valamilyen elektromos feszültségek, vagy mi alá helyezve, egy idő után színkép elemzési módszerekkel kis mennyiségű héliumot talált. Ez egy vegyészeti szaklapban lelet közül. Akkor. A dolog fizikailag nem lehetetlen, ugyanis ez pont a fúzi. Ami tudjuk, hogy megy. Csak az látszik lehetetlennek, hogy néhány volt feszültség hatására, normál vízsűrűségen és így tovább, ez valami mérhető sebességgel folyna ez a folyamat. Voltak becslések, hogy mennyivel lassabb lehet a folyamat annál, mint amit látni véltek, ilyen 100 milliószor. Tehát a folyamat létezik, fizikailag létezik, és voltak valami rendkívül homályos gondolatok arról, hogy valami esetleg ezt a folyamatot katalizál. És akkor a terület jó szakemberei megpróbálták végig számolni, és azt mondták, hogy nem tudja. Na akkor volt egy rövid ideig egy olyan gyanú, amikor az volt a helyzet, hogy néhány laboratórium jelzett eredményt, néhány meg nem. Volt rövid ideig egy olyan gyanú, hogy a kozmikus sugárzás játszik be. Ugyanis az az 50-es évek óta ismert, hogy műmezonokkal katalizálni lehetne a fúziót. Hogy az, most nem mondom el, mert az egyetlen baj az, hogy a műmezon bomlékony, tehát ha én oda beteszem, akkor egy milliomad másodperc alatt elbomlik, és újat kell betegyek, de akkor azt is létre kell hoznom, és több energiát kell befektetni a létrehozásába, mint amennyi fúziót katalizál. Na hát volt valami ötlet, hogy a kozmikus sugárzásban jönnek műmezonok, és azok esetleg egy rendkívül lassú, vagy rendkívül valószínűtlen reakciót egy kicsit megkatalizálnak. Ezzel próbálták magyarázni, az Utah, ahol ez történt, az magaslaton. Tehát több kozmikus sugárzást kap, és azt mondták, hát esetleg a magaslaton fekvő laboratóriumokban nagyobb a valószínűsége az esetnek, mint a mélyen fekvőkben. Erre is azt mondták, hogy erről megpróbálták kiszámolni, nem ment, de néhány hétig tartotta magát ez, mint egy ötlet. Na mostan az egésznek van egy társadalom lélektani tanulsága is, mondjuk így, hogy amikor az ember megpróbál megismételni egy kísérletet, hogy mondjam csak, tegyük fel, hogy ezt a kísérletet
megpróbálja megismételni egy amerikai laboratórium és egy magyar. Ha az amerikai megismétlés arra jut, hogy a folyamat nem folyik, akkor minden habozás nélkül leköszön. Ha a magyar laboratórium arra az eredményre jut, hogy neki nem folyik az a folyamat, ami jut, akkor, hogy mondjam csak, hát Amerikából nézve mi már körülbelül a Balkán vagyunk, tehát erre esetleg egyesek akkor azt mondanák, hogy na ja, maguknál nem folyik, mert maguknál piszkos a laboratórium, vagy nincs benne megfelelő anyag. Tehát ugyan a természettudomány objektív, itt is objektíve kiderült egy fél éven belül, hogy a dolog nincs, de minden egyes esetben, amikor az ellenőrzés történik, akkor ilyen esetlegességek is közrejátszanak. Ha egy szegényebb laboratórium próbálja megismételni a kísérletet, és nem sikerül, hát az nem ellenbizonyíték, mert azt mondják, na jó, hát a másik laboratórium jobban volt felszerelve. Egyébként, amennyire tudom, az illető amerikai laboratórium, ahol észlelték, az rosszabbul volt felszerelve, mint a mieink, akik ellenőrizték, és nem. Kérem tisztelettel, ilyenek vannak, ebben az esetben fél éven belül derült ki, hogy tévedés volt. Nem állítja senki azt, hogy itt hamisítás történt volna. Igazából nem tudjuk még mindig a magyarázatát, hogy az eredeti mérésben mit észleltek. Honnan jött az energia? Nincs magyarázat, elképzelhető, hogy a palládiumnak valami kémfizikai tulajdonsága van. Nem tudjuk. De hogy az a folyamat, amire gondoltak, nincs, az fél éven belül kiderült. És miért? Most akkor ugyanazért, amiért a Sirius. A Sirius ott van. És egyszerre sokan rá tudnak nézni. És ugyebár mindenki megnézheti. Mert hiszen a természet része mindenkinek hozzáférhető. Tehát ez nem olyan, ki állíthatja azt, hogy ő neki tudomása van arról, hogy Rudolf trónörököst meggyilkolták. Honnan tudja? Onnan tudja, hogy a Rudolf komornikja volt az ő üknagybátyja, és a családon belül titoktartás kötelezettsége mellett állandóan elmesélték egymásnak, hogy hogy történt a gyilkosság. Ezt bárki mondhatja, ez megint egy ilyen törvényszék elé való dolog. Hát ha titok, ugye? De Sirius ott van. A palládium itt van. Tehát a természettudományokban általában az van, mindenki hozzáfér, aki meg akarja nézni, betiltani se lehet, mert a Sirius nem lehet betiltani, ugye, meg a palládiumot se lehet betiltani. Mindenki elvégezheti a kísérletet, csak olyan kiderül, hogy kitéved. Nehéz kísérletnél sokára derül ki. Egyes csillagászati megfigyeléseknél, ahogy nem lehet kísérletet végezni, nem tudunk oda. Ott esetleg még később derül ki. De előbb-utóbb kiderül, mert ott van. Mindenki számára. És ezért van az, hogy a természettudományban, hogy mondjam, a kisgyerekeknek többféleképpen magyarázzák meg, hogy miért ne hazudjanak. Mert azért mindnyájan szoktunk, de azért gyerekkorunkban mindnyájunknak azt mondták, hogy nem szoktunk. Na most. A kisgyereknek többféleképpen magyarázzák. Például úgy, hogy a jó Isten megharagszik és a fejed. Például úgy, hogy a mama nagyon szomorú. Mindenféle ilyen. De néha úgy magyarázzák meg, vagy néhány gyereknek úgy magyarázzák meg, hogy nem érdemes, fia. Mert rájönnek, és akkor nem fognak neked hinni. Ugye? Tehát a szava hihetőségét, a becsületét veszi el az ember, amire szükség.